Papucs szaggató király kisasszonyok címmel tartott előadást a Cseregő Néptánc Együttes ifjúsági csoportja a Túrivárban. A tánc világnapja alkalmából szervezett eseményen a város óvodásai mellett a Fekete Gyémánt foglalkoztató klub tagjait is vendégül látták. Régi hagyomány, hogy a Cseregő Néptánc Együttes minden évben megünnepli az április 29-i táncvilágnapját. Mi egy táncjátékkal készültünk nektek, ráadásul mesejátékkal, de miért is? Azért, mert ezen a napon van a táncvilágnapja, ma ünnepeljük a táncot, világszerte mindenhol megemlékeznek. Táncvilágnapja alkalmából minden évben készül a táncegyüttes. Vagy vendégeket hívunk, táncosokat, vagy mi magunk készítünk előadást, és most a Papucsszaggató király kisasszonyok című mesejátékkal készült a Cseregőnek az ifjúsági csapata. A mesejátékra meghívtuk a város óvodásait, regisztrációhoz kötöttük a jelentkezést, ebből nagyon sok óvoda, hál' Istennek, megjött, és meghívtuk a Fekete Gyémánt foglalkoztató klub tagjait is, hogy mesedarabot nézzék meg velünk. Emlékezzünk együtt a tánc világnapjára. A mesejáték megálmodója ezúttal két szülő, Csórágota és Rózsás Adrián voltak. Ők készítették a díszleteket és a jelmezeket, valamint ők tanították be a fiataloknak a darabot. A tánc világnapja alkalmából életre hívott előadáson a zenéről is az ifjúsági csoport tagjai Szakács Petra, Lángmiticki Panna, Lángmiticki Tamás és Takács Gergő gondoskodtak. A tánc világnapját 1982 óta ünnepeljük minden évben, április 29-én, Jean-Georges Nover, francia táncos és balettművész születésnapján.